Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat láthatják, mellyel minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Látogatás a Pomázi Kutyamenhelyen. Iskolai online oktatás. Akik segítenek egészségünk megőrzésében. ...2001-ben nyitotta meg kapuit a Pomázi Kutya Otthon, melyet az akkori önkormányzattól ECE-re kapott 600 négyszögölnyi területen magánadományból épített meg a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület. 19 évi munka, mi minden történt az egyesület életébe, tettük fel a kérdést. A kutyatartás felelősségteljes feladat. Az állat hűsége és szeretete mellett az igényeit és nehézségeit is szem előtt kell tartani. Informálódtunk a Pomázi Állatmenhelyen a kutyákról való gondoskodásról és az örökbefogadásról. Az egész egyesület úgy indult, hogy először még Monostori Juditnak a vezetésével, panzióztatással működtek még a 90-es években. Működött az a megoldás, hogy különböző családoknál voltak elhelyezve a kutyák, és úgy az egyesület felügyelte őket, és utána az önkormányzattól kaptuk meg egyesületként ezt a területet, amit azóta is használhatunk. Azóta ugye Lohonyáné Mezei Szilvia volt az egyesületnek a vezetője, és most Héri Cseszter. A 19 év alatt mi az az esemény, amit külön ki tudnál emelni? Talán az egyik legfontosabb esemény az volt számunkra, amikor megkaptuk ezt a területet használatra. Mivel egy kis egyesület vagyunk, és anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezzük a munkát, így nekünk a mindennapi megélhetés az elsődleges és központi feladatunk, illetve hogy a kutyáknak tudjunk segítséget nyújtani. Nagy esemény tulajdonképpen a jótékonysági estjeink közül emelhető ki, amelyik mindegyik számunkra egy emlékezetes pont volt. Ez ugye a gyűjtést jelenti, tehát hogy mire használjátok különben ezt? Igen, az egyesület tulajdonképpen az adó 1%-okból tartja fönn magát, ami évente körülbelül egy ilyen 4 millió forintos bevétel, és ezt elmondhatom, hogy ez nem egy nagy összeg az ilyen alapítványok egyesületeknek az életében, illetve ebből kell ugye nekünk fönntartanunk az összes kutyát, a menhelyi működés és az egyesületet is. És ezekkel a jótékonysági estekkel egyrészt mind a mellett, hogy egy műsort szervezünk és szórakoztatjuk a közönséget, hívjuk fel a figyelmet a felelősség teljes állattartásra, és arra, hogy támogassák a menhelynek a további működését. Ez az, ami most elmaradt, ugye, a járvány miatt. Igen, idén sajnos egy héttel az esemény előtt hozták meg azokat a korlátozásokat, miszerint mi is úgy döntöttünk, hogy biztonságosabb, hogyha elhalasztjuk a rendezvényt. Sztár vendégünk lett volna Falusi Marian, illetve mellettünk áll évek óta Schwarz Dávid, és több különböző táncos, énekes produkcióval készültünk, meglepetés vendégekkel is, de minden fellépőnk nagyon egyetértett a döntésünkkel, és az a tervünk, hogy ősszel, ha meg tudjuk oldani, vagy később, de mindenféleképpen pótolni fogjuk, hiszen ez egy nem titkolt helyzet, hogy óriási támogatási összeget vont meg tőlünk. A legtöbb emberben kutyája beszerzése előtt fel sem merül, hogy az ebtartásnak vannak negatívumai is, melyeket el kell viselni az együttéléskor. Kezdődik a szobatisztaságra neveléssel, majd amikor pár hónaposan kezd megismerkedni a hangjával és ugat, vonyít. Ott van a naponkénti többszöri sétáltatás, vagy amikor vedlik és csupa szőr tőle a lakás. Hamarosan az is kiderül, hogy a kutyatartása nem éppen olcsó, és még sorolhatnánk.
van olyan kennel, ahol össze tudunk tenni két kutyát, vagy három kutyát, de van olyan kutya is, akit nem tudunk más kutyával, különböző akár egészségügyi, akár már milyen más okokból kifolyag, nem tudunk összezárni más kutyával, tehát ez változó, de a menhely tulajdonképpen folyamatos teltházzal működik, és várólistás rendszer van, ami azt jelenti, hogyha például látnak most is egy-két üres kennet, akkor ez nem azt jelenti, hogy kihasználatlanul van, hanem a várólistáról fogjuk beengedni a következő kutyákat, viszont meg kell várnunk azt, hogy minden oltásuk meglegyen, és akkor fogjuk tudni őket behozni ide az egészségügyi eljárás miatt. Az alakulás óta rendszeres állatorvosotok van? Igen, állatorvosunk folyamatosan jár ki a menhelyre, minden kutya megkapja a veszettség és a védőoltásait, ugye a kiskutyákra külön figyelmet kell fordítsunk, de folyamatos orvosi ellátást kapnak, ugyanúgy, mint akár az én kutyám is otthon. Most ugye a járvány helyzetben, de amúgy is így működik a dolog, most fokozottan érvényes az, hogy először telefonon vesszük fel a kapcsolatot a leendő gazdákkal, és megbeszéljük, ha van olyan kutya, akit esetleg a honlapunkon keresztül, a pomazikutyák.hu-n keresztül megtetszett nekik, akkor beszélgetünk róla, hogy milyen a kutyának a természete, hogy tudjuk őt elhelyezni, mit ajánlunk családba, a gyerek mellét, kutyával, macskával, hogyan jön ki, és egy hosszabb beszélgetés után többször fölvesszük a kapcsolatot, megnézzük, hogy milyen helyre kerülne a kutya, és utána kijönnek a menhelyre, és hogyha továbbra is fönt áll ez az érdeklődés, akkor természetesen folyamatos utánkövetéssel, kapcsolattartással tudjuk örökbe adni. Az örökbefogadás komoly döntés, egy életről döntesz, és mit tud cserébe adni a kutya? Önzetlen barát, az egyetlen, aki sosem hálátlan és hűtlen hozzád. Nálunk nagyon szerencsés helyzetben vannak, mi pont ezért vagyunk pici menhely, mert nálunk, mint látjátok, ez kutyás udvar. Tehát aki a napi feladatokat végzi, annak egy nap háromszor körbe kell érjen a kutyákon. Ez azt jelenti, hogy ugye az első körben ugye friss vízcsere, kitakarítjuk a helyét, és addig az adott kennelben lakóként játszik az udvarom. Tehát nekünk ebből egy nap három kört le kell tudni, és akkor itt ők nagyon kielégítő ellátást kapnak. Itt azért szoktak önkéntesek is lenni, most hogyan álltok ezekkel? Hát most a vírus helyzet alatt nem, nagyon fogadunk ugye önkénteseket, hogy ne sértsünk szabályt. Így van. De egyébként meg se járnak hozzánk sokan szerencsére. Sok az 50 órásunk, ugye a diákokkal, ugye, akihez érettségihez kötik az órákat. Ki a rétre is sokat viszik őket, vagy kirándulni, vagy sétáltatni, tehát nekik azért így nagyon jó komplex életük van. Amikor valaki elvisz egy kutyát, akkor utána jártok annak, hogy hová kerül a kutya? Vagy elég az a személyes kapcsolat, ami alatt itt megismeritek? Mindig utánuk szoktunk járni, főleg az első pár napban még sűrűn is. Szoktunk is szólni, hogy az elején idegesítőek vagyunk. Hogy alakul a beilleszkedés, ugye minden rendben van-e, akár tippekkel, tanácsokkal ellátni őket, ugye attól függ, hogy milyen kutyust választottak, és utána szép lassan ritkulnak ugye az ellenőrzések, de mindenkiről tudjuk, hogy hol van. Volt olyan, amikor azért jön család, például, mert hogy a gyerekek félnek a kutyáktól, hogy hát ha ezzel egy jól tudnak oldódni a gyerekek, tehát szerintem mi jók vagyunk. Nagyon vegyes állapotba kerülnek be hozzánk a kutyák. Nyilván, hogyha szerencsénk van, akkor csak egy alap féreghajtás, bolhakullancs elleni készítmény, tehát ezek is már pár ezres tételek. Utána jönnek ugye a kötelező oltások megléte. Nálunk ugye nem csak a veszettség kötelező, hanem az alap immunizáló oltások is, mert anélkül nálunk nem lehet kutyus.
illetve ugye, ami viszont már a drágább kategória, ivartalanítás. Tehát kölyköket szoktunk ivartalanítási kötelezettséggel kiadni, mert ugye ők még picik, nem elvégezhető a műtét, de a felnőtt kutyáink 90%-a az ivartalanítva van, most egyedül emiatt a vírus miatt egy picit állnak ezek az ivartalanítási időpontok, tehát főleg nálunk ezek így a kiadások. Igen. Akkor van még nagyobb galiba, hogyha egy kutyánál valamilyen egyedi probléma van, bármilyen lábműtét, szemműtét, ezek viszont már nagyon horribilis áron vannak, és nyilván ezekhez mindenféle szakorvos segítségét kell kérnünk, ugyanúgy, mint ahogy a humán orvoslásban. És ezek megoldása is problémás, mivel jelen pillanatban saját autónk sincs, tehát az orvoshoz jutás is már nehézkes, és az önkénteseink a saját autójukkal hordják a kutyusokat. És ehhez kellene igazából nekünk nagy segítség, hogy tovább tudjunk lépni. Március 11-én kihirdették a koronavírus miatti vészhelyzetet, és bejelentették az egyetemeken, hogy digitális távoktatásra kell átállni. A további korlátozások az általános és középiskolák bezárása után jött a bejelentés, hogy itt is távoktatásban kell dolgozni. Hogyan zajlik pontosan a távoktatás az iskolákban? Ennek néztünk utána a Pomáz és Sashegyi Sándor általános iskola és gimnáziumban. Koronavírus járvány terjedése miatt a kormány új digitális munkarend bevezetéséről döntött. Március 16-ától az oktató-nevelő munka a tantermen kívüli digitális munkarendben kerül megszervezésre, hiszen a tanulók számára továbbra is biztosítani kell a tanulás alaptörvényben rögzített lehetőségét. Hogyan ért benneteket? Meglepetésszerűen, vagy már készültetek rá? Bevallom őszintén, hogy 2 héttel azelőtt elkezdtünk erre készülni. Engem egyáltalán nem ért váratlanul. Szinte megéreztétek? Ezt nem megérzésnek nevezném. Budapesti iskolák vezetőivel kommunikáltam, sőt, magániskolával, akik már ezt megelőző 2 hétben tudatosan készültek arra, hogy mi történik akkor. Tehát egy B-terv készült, és én azt gondolom, hogy mástól tanulni nem szégyen. Úgyhogy amikor én ezt láttam, hallottam így az ismerős intézményvezetőktől, akkor úgy döntöttem, hogy hát ha nem zárnak be, akkor sincs semmi baj, de egy osztállyal el is kezdtem tesztelni azokat a platformokat, ez a 8. B osztály volt, amiket aztán később használtunk is, és a kollégákat is elkezdtem készíteni, hát ha más nem lelkileg, hogy lehet, hogy lesz ilyen. És amikor március 16-ától végül is megtörtént ez az iskola bezárás, hát ne nevezzük annak, mert azóta is nyitva vagyunk, tehát a digitális oktatási térbe kerültünk, akkor aznap találkoztunk még mi itt pedagógusok, de már ez is egy érdekes dolog volt, az informatika terembe jöttünk össze, és a tantestület fele ült csak az informatika terembe, a többiek az összes más terembe webkamerával. Tehát én már ezt a webkamerás dolgot is teszteltem az azt megelőző héten, hát akkor még Zoom-on tartottuk a kapcsolatot, most már tudjuk, hogy a Zoom-nak azért vannak hibái, és van ennek most már más platformja is, de akkor még Zoom-on bekapcsoltuk az összes kollégát. Az idősebbek be se jöttek az épületbe, mert már ők akkor tartottak a fertőzés veszélytől. Nagyjából azt mondom, hogy 10-12 ember az otthonából kapcsolódott be az értekezletre. Úgyhogy számomra ez olyan nagy sikerélmény volt, hogy az első nap, ahogy ez elkezdődött, mi kész tervvel álltunk a vezetőséggel a tantestület elé. Volt tervünk, hogy kezdjük el. Hát nyilván egy picit hiányoltam a segítséget, tehát ezt nekünk kellett kitalálni az első egy percben, és ez azért nyilván okozott nehézséget, de azt gondolom, hogy itt az ország pedagógus társadalma egy olyan összefogást mutatott,
amiben mi is bekapcsolódtunk, és így számtalan ötletet kaptam arra, hogy hogy is lehet ezt megcsinálni. És akkor így mondhatom, hogy gördülékenyen elindult. Nektek azért volt egy internetes programotok, ugye a Kréta program, amit használt minden iskola. Ez mennyiben segített, vagy ez teljesen más? A Kréta az abban segít, ha segít, hogy a szülőket a házi feladatról tudjuk tájékoztatni. Tehát ez most is kötelezettsége a pedagógusoknak, hogy a Krétában rögzítik minden nap a házi feladatot, hiszen a szülő azon keresztül pontosan látja, hogy mi az éppen aktuális. Tehát kellett azért ezen kívül egy másik platformot létrehozni? Hát a Krétán keresztül nem tudjuk, tehát nincs akkora kapacitása a Krétának, és hát amikor nagyon sokan rajta vagyunk, ezt korábban is tapasztaltuk, lefagy, lelassul, nem működik, tehát az nem alkalmas arra, hogy nagy mennyiségű adatmennyiséget, fájlokat, esetleg videófelvételt küldjünk rajta keresztül. Tehát az csak arra jó, hogy a szülőket tárgyszerűen tájékoztassa arra, hogy ez és ez a házi feladat, ilyen és olyan jegyeket kaptak a gyerekek, vagy ilyen-olyan beírást kapott. De kellett egy olyan kommunikációs csatorna, ahova feltölteni lehetett tananyagot, ahonnan a gyerek le tudta tölteni, és utána vissza tudja tölteni, hogy a tanár meg tudja nézni. Hát az első időben mi a Google Drive-ot használtuk, mert nyilván két nap alatt, vagy két hét alatt sem lehetett több évnyi digitális tudást, mondjuk úgy, hogy behozni. Tehát számtalan ötlet volt, de azt, hogy én ezt megtanultam, vagy én ezt tájékozódtam valahonnan, ez nem jelentette azt, hogy a közel 60 pedagógust én ezt egy perc alatt meg tudtam tanítani rá. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a nehézség, hogy nem vagyunk egyforma szinten még mi pedagógusok sem. Valahogy el kellett indulni, ez ugye megtörtént a Google Drive-on, és nagyjából az indulás után 3 héttel kaptuk aztán a következő instrukciót, hogy térjünk át egy közös, egységes platformra. Ezt a tankerület dobta föl nekünk, hogy vagy a Classroom-ot, vagy az Office 365-öt választhattuk, és mi az Office 365 mellett döntöttünk, úgyhogy... Ez megint egy új tanulás volt. Igen, ez még most is tart, mondjuk úgy. Szerintem nem csak a Sashegyi nevében mondhatom, hanem az összes pedagógus nevében, hogy biztos vagyok benne, hogy több évnyi dolgot tanultunk meg itt az elmúlt egy hónap alatt. Hihetetlen kompetenciákra tettünk szert. Itt nincs most probléma, mindent megoldunk. Ha valaki valamit nem tud, akkor azonnal ír a közös csoportba, és legalább 10-en segítenek neki. Én hihetetlen büszke vagyok egyébként a kollégáimra, meg egyébként az összes többi környékbeli kollégára is, mert ha valamit nem tudtam, akkor hívtam a Gézát, hívtam az Ilkát, vagy ők engem, és akkor rögtön valamit megoldást találtunk. Tehát egy olyan összefogás van, és gondolom lesz is innentől kezdve, amit eddig én nem tapasztaltam. Úgyhogy nekem ez így nagyon-nagyon tetszett, nagyon ez a része. Igen. Úgyhogy... Akkor vegyük egy kicsit a prózai részét. Például most az eszközök szempontjából volt-e minden pedagógusnak eszköze, vagy volt, akinek be kellett jönni ide az iskolába, hogy itt végezze el, vagy itt tartsa a kapcsolatot, vagy ezzel milyen? Hát ezzel kezdtük március 16-án, hogy ki az, akinek nincs olyan eszköze, mert eszköze nagyjából mindenkinek volt, de hát nem mindegy, hogy egy öreg leharcolt laptopja van valakinek, amin nem fognak futni azok a programok, amire szükség van. Úgyhogy első körben a pedagógusoknak mértük fel az igényét, és minden pedagógus úgy ment haza a digitális oktatási térbe, hogy megfelelő eszköze volt. És a második naptól kezdve jöttek a gyerekek. Minden osztályfőnöknek föl kellett azonnal gyorsan mérni, hogy kinek milyen eszköze van. És lényegében, ami mozdítható volt az iskolába, azt kiosztottuk. Ezen értem az összes laptopot, értem a tableteket, itt nem iskolányi mennyiségű eszközről beszélünk azért, illetve értem azokat a felajánlásokat, amit most is szeretnék megköszönni szülőknek, cégnek, amit kaptunk. Nagyjából 1-2 órán belül osztottuk ki, ahogy megérkeztek ezek a felajánlások az iskolába. Még egyébként, ha lenne, még tovább tudnánk osztani, mert nem mindegy, hogy valaki egy mobiltelefonnal dolgozik, vagy esetleg egy laptoppal, amin egészen más a felhasználó. Akkor még mindig ott a probléma, hogy amelyik gyereknek nem volt, az mennyire tudta elsajátítani, tehát hogy értett hozzá, hogy tudta leszedni, hogy tudta továbbítani? Na hát nem tudom, hogy ezt mondhatom-e így. Mi lényegében nem csak azzal foglalkozunk pedagógusok, hogy tanítunk valamilyen tantárgyat,
Én a saját példámat, hogy mondjuk én most történelmet tanítok, ugye igazgatóként csak egy osztályban tudok tanítani, de az időm egy jelentős részét az vitte el, hogy egyesével, telefonon, messengeren, bármilyen kommunikációs csatornán keresztül vettem elő azokat a gyerekeket, akik jelezték, hogy Gabi néni, azt se tudom, hol vagyok. És akkor kezdtem ott, hogy beléptettem, print screeneltem a saját képernyőmön, hogy éppen hova kell kattintani, küldtem, kattints oda. Tehát ez gyerekenként meg se tudom becsülni, hogy mennyi idő volt, és ezt az összes kollégám így csinálta. Tehát akkor ezt úgy fogalmaznám így összességében, ez egy több lépcsős tanulás volt. A kollégák képzése, ez most is tart, ezt mondhatom. Tehát mielőtt ide megérkeztetek, három kollégával beszéltem telefonon, messengeren, és cseteltem, ahogy éppen elakadtak a Microsoft Teams nevű szolgáltatás valamilyen funkciójával. A rendszergazdánk Révész András 0-24-ben dolgozik. Nem is tudom azt mondani, hogy hány órában, inkább így mondanám, hogy 0-24-ben. Folyamatosan elérhető és segít. Illetve úgy alakítottuk ki a munkacsoportokat, még ezt azért elárulom, mert nyilván ez egy ügyes húzás volt, hogy tudtuk, hogy kik azok a kollégák, akik ügyesek, mert már korábban digitális témahéten vettek részt, vagy már eddig is alkalmaztak olyan informatikai dolgokat, alkalmazásokat az órákon. És március 16-án úgy osztottuk fel a tantestületet, hogy volt 20 ilyen kollega körülbelül, akik azt mondom, hogy jó szinten álltak, a többiek meg valamilyen szinten, és így osztottuk őket 3-4 fős csoportba, hogy minden csoportban volt egy legalább olyan, aki mondjuk úgy, hogy toppon volt. Igen. Nyilván rájuk most sokkal nagyobb feladat hárult, de azt gondolom, hogy ha így mint egy munkai kollektívára gondolok, ennek fantasztikus hatása van. Mindig is jó csapat voltunk, én nagyon szeretek itt dolgozni, de ami most itt kialakult, hát ez egy olyan testvériesség, mint egy nagy család, ahol mindenki mindenkinek segít. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, ezt tényleg őszintén mondhatom, mert nélkül nem lenne. Gabi, az, hogy egy hónap alatt majdnem egy éves, hogy úgy mondjam, új szakmát, vagy új oktatási fajtát tanultatok meg. Igen. Hát, ami ezt nyugodtan mondhatjuk, nem egy éve megfogalmaznám, én ezt több éves tudásnak fogalmaznám, és igazából nincs más választásunk. Tehát itt nem volt idő arra, hogy azon töprengjünk, hogy mit nem tudunk megcsinálni, hiszen a gyerekek és a szüleik, mert a szülőkről ne felejtkezzünk el, hogy nélkülük ez az egész nem működne. A szüleik is fel kellett nőni a feladathoz. Tehát itt a középiskolával nem volt óriási gond, a középiskolások azok maguktól is képesek megtanulni sok mindent. És ahogy megyünk lefelé a korosztályokba, gondoljatok bele egy alsós gyerek, aki eddig még informatikai eszköz közelébe sem volt engedve joggal. Hát eddig ezt tanítottuk, hogy ne a Facebookon lógjon, ne az interneten lógjon mondjuk egy 7 éves gyerek, és ehhez képest most ezt kell tegye. A szülők nélkül ez nem menne. Tehát szülőknek én már... Sőt, még akkor a szülőket is kellett oktatni, gondolom. Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem csak a mi iskolánkban, hanem az ország összes iskolájában. Egy-egy iskola egy ilyen nagy, közös csapattá formálódik, ahol mindenki mindenkinek segít ahhoz, hogy mondjuk egyik napról a másikra egy-egy leckét fel tudjon tölteni, le tudjon tölteni, meg tudjon oldani. Tehát... Amikor a Gézával beszéltem, akkor azt mondta, és egyre többet gondoltam rá, hogy valóban tényleg igaza van, hogy ez egy akkora tanulás volt, de az egész oktatási rendszernek Magyarországon, meg a tanítóképzőnek, mert ugye ezt az egyetemen nem oktatják. Tehát erre már készülni kellett volna ebbe a nagy bomba elektromokus fejlődésben. Igen, hát voltak erre kezdeményezések, egyébként itt nálunk is voltak alapinformatikai tréningek, én magam tartottam, ma már azt mondom, hogy a sors, vagy nevezzük bárkinek, így rendelte, hogy ez az évben megtörtént. Évelején azt találtuk ki, hogy egy belső módszertani képzést tartunk, konkrétan én tartottam a kollégáimnak egy ilyen informatikai alkalmazás képzést. Fogalmunk nem volt, hogy mi vár ránk, hanem csak úgy gondoltuk, hogy minél többen fognak ezekkel az új módszerekkel dolgozni, annál jobb. És szeptembertől hétfőnként, nem, október 1-től pontosabban, hétfő délutánonként két csoportban, mert olyan sok kollégám jelentkezett, hogy 4-től és 5-től is
nem, 3-tól és 5-től, ez lényegtelen, tartottam ezeket a módszertani képzéseket. Na hát így lett ez a 20 ember. Mindennek oka van most már, ezt így mondjuk, mert ha ők nem lettek volna, akkor az a pár ember, aki mondjuk úgy, hogy otthon volt a témában, kevés lett volna. De így volt egy csapat, aki köré lehetett szervezni a dolgokat. Szóval hihetetlen hálás vagyok azoknak, akik ebbe segítettek, akik részt vettek. És hát nem tudom, mennyire látjátok, próbálunk itt a szülőknek köszönetet mondani kis videóval az iskolára. Hát nem tudom, hogy láttátok-e, 51 ezeren lájkolták a képünket. Mi indítottuk el az Országveszte mozgalmat. Spontán az iskolatitkárunk, a Molnár név Arró Andrea, az egyik reggel azzal jött be, hogy írjuk már ki az iskola ablakára, hogy hiányoztok. És akkor nekiálltunk, kinyomtatta, elkezdtük ragaszgatni. Ez is egy nagy kaland volt, mert nem látszott, akkor arrébb ragasztottuk egy osztályteremmel, szóval elment vele 2 órán, de nem baj. És kitettük az iskola Facebookos oldalára, és 2 napon belül 51 ezeren lájkolták, megosztották, nem is tudom hány százan. És aztán az országban azóta ez egy mozgalommá vált, hogy más iskolákban is kitettek ilyen-olyan molinókat, meg ilyen képecskékkel állnak a kollégák a kamerák elé. Aztán azóta egy közös táncot csináltunk, szintén az egyik kollega javaslatára, nem tudom, láttátok-e, az alsós tanítónéni húsvétra kívántak így a szülőknek és a gyerekeknek kellemes húsvétot, hogy különböző molinókat, betüket tartottak, és akkor abból jött ki egy ilyen kis húsvéti üzenet. Szóval nem csak tanítunk, hanem próbálunk valahogy a közösség számára is valamit adni. Úgyhogy magunk is meglepődtünk, hogy milyen sikere volt. Az, hogy hiányoztak, az természetes dolog, mert egy tanár meg tanító azért választja ezt a szakmát, mert hogy gyermekorientált. De azért az első 2 nap talán biztos volt az, hogy jaj, de jó, egy kicsit csönd. Nem akarok hazudni. Persze, hát ilyenkor már mi nagyon el vagyunk fáradva. Tehát azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem örültünk 2 napig. Igen. És aztán utána volt egy nap, amikor az egyik igazgatóhelyettes, a Szikra Petronella körbefotózta a tanári csoportnak az üres iskolát. Hát komolyan mondom, sírtunk otthon. Tehát még most is belegondolok, most is itt ülünk egy üres épületbe. Ül a titkárság, itt vannak a takarítónénik, karbantartók. Hiányoznak a rossz csont gyerekek, hiányoznak a hangosak, a futkosás. Meg valószínű az oktatás így. Hiába látod őt képernyőn, de szemtől szembe más az. Visszasírunk mindenkit, de ahogy a gyerekek jelzik, ők is bennünket. Tehát nekik ugyanez volt az érzés, ez az első pillanat, hogy hú, de jó, nem kell iskolába jönni, alhatunk, ameddig akarunk. Nagyon-nagyon jó volt, szerintem 1 hétig, de maximum 2. És azóta az órákon én is tartok online órákat. A gyerekek nagyjából azzal kezdik, hogy mikor lehet már jönni iskolába. Tehát unatkoznak, és most ne értsétek félre. Tehát az, hogy nem úgy unatkoznak, hiszen van feladatuk, meg otthon vannak a szüleikkel, de unatkoznak, hiszen nincsenek a társaság. Így van, nincs a társaság, nincs az. Most gondoljatok bele, nekem egy 8. osztályom van. Ilyenkor már évvégén mi következne? Az utolsó hetek bulijai, mindenki mindenkit szeretne, osztálykirándulás, igen, jön a ballagás, hát nem is tudom, tehát elszorul a szívem, ha erre gondolok, hogy ha ez kitart addig, akkor ezt hogy oldjuk meg, hogy lesz bizonyítványosztás mondjuk a végzősöknek. Tehát ezek olyan kérdések, ahol igen, örülünk, hogy egy kicsit, hát nem pihenhettünk, mert szerintem többet dolgozunk a szülők, gyerekek és mi is, mint korábban, de mégiscsak otthoni környezetben, de azt gondolom, hogy ezzel mindannyian egyetérthetünk, hogy nagyon szeretnénk ide visszajönni, és egy kicsit nem sírom vissza, hogy ide jönnek a rossz gyerekek az igazgatóiba, és mert nem, az nyilván nem esett jól, de bármit megadnék azért, hogy ez az érzés újra visszajön. Hogy be kell zárni az ajtót, hogy egy kis csönd legyen, mert ez kísérteties, és nem jó. És hosszú távon nyilván nem jó, nem tudjuk, hogy mi lesz. Napi szinten kapom a kérdéseket, hogy lesz ballagás, be kell még jönni, mi lesz? Nyilván nem tudjuk. Hogy lehet egy
online feladatot, vagy hogy kell elkészíteni, vagy hogy kell feladni? Hát erre volt ez a módszertani dolog, amiről az előbb beszéltem. Rengeteg olyan alkalmazás van. Rengeteg. Tehát én itt megbecsülni sem tudnám, több tízezer olyan alkalmazás lehet, ami oktatási céllal készült, és korosztálynak megfelelően leköti a gyerekeket. Most konkrétan mondok egy saját példát. Én minden órámat, heti két történelem óráról beszélünk, vagy minden hetet úgy állítok össze, hogy abban van egy tanári magyarázat is, ezt én szoktam csinálni. Ez én a videó prezinek a videó funkcióját, videó tanár funkcióját használom. Szépen vasárnap délután szoktam ezt legyártani, kiteszem a konyhaasztalra a laptopot, és arra vigyázok, hogy 10 percnél ne legyen több, mert nem letükrözni kell a nappali rendszerű oktatást a digitális térben, mert annak semmi értelme, hanem motiváló feladatokat és olyan platformokat kell felkínálni a gyereknek, olyan süteményeket kell tálcán adni neki, amiből szívesen eszik. Mert ha ez nem így van, akkor az egész semmit nem ér. Szóval visszatérve, van egy 10 perces magyarázat, egy linket kap, ahol megnézheti az adott tananyagnak a rövid összefoglalóját tőlem. Az ötödik hét tanulásához érkeztünk, és egy picit a hosszúra nyúlt szünet előtt feladott házi feladatról is ejtenék egy pár szót. Ugye a globalizációról tanultunk, azt a filmet kellett megnéznetek, ami tulajdonképpen a Föld 500 helyén lett szétosztva, és kamerával lett készítve, és megpróbálta bemutatni a globális világunkat. És a feladatotok pedig az volt, nagyon sokan szépen megoldottátok, hogy valamilyen globális problémát mutassatok be. Ez a kutyám. Vannak egyébként platformok az interneten, én azokat nem szeretem. Nem azért, mert nem jók, hanem mert azok a gyerekek, akiket én tanítok, az én magyarázatomhoz vannak szokva, sokkal biztos, hogy sokkal szívesebben végighallgatják. Aztán ezek után különböző játékos feladatokat kapnak, nyolcadikosokról beszélünk. Én a Learning Apps nevű feladatgyűjteményt szoktam használni, ahonnan feladatokat lehet csinálni, keresztrejtvényt szoktam nekik küldeni. Természetesen a tankönyvre mindig utalok, hogy azért vedd elő, nézd meg, olvasd el, esetleg jegyzeteld ki, ugye a nagy gyerekről van szó. És vagy beadandóval zárul ez a kis tanulási blokk, vagy dolgozatot is lehet iratni, például a Redmenta nevű felületen. Most éppen tegnap írtak a 8. bések, remélem sikerül. Szóval az osztályozásnak is megvan a szerepe. És nyilván korosztályra kell ezt lebontani, hogy egy alsós gyereknek nem feltétlenül Redmentán kell dolgozatot iratni. Ott nagyon gyakran befotózzák a szülők az elkészült munkákat, azt töltik vissza. De már azt gondolom, hogy az egész kisgyerekeknek is vannak olyan alkalmazások, és a kollégák nagyon lelkesen tanulgatják ezt, amivel tényleg játékossá lehet tenni a tanulást. Kaptunk erre utasítást is, és én is minden héten több levélben erősítem meg a kollégáimat arról, hogy egy picit engedjék el azokat a kötelezettségeket, amiket mondjuk egy nappali rendszerű oktatásban mi is számon kértünk, tehát ilyen, hogy tanmenet. Most felejtsük el. Tehát mindenki szabad kezet kapott, ebben próbálom őket erősíteni, teljesen más a szituáció. Hogyha hátra maradt tananyagból, mit nem. És hogyan? Van olyan kollégám, aki gyakorol, és csak gyakorol, nem is vesz új anyagot. Alsóban ezt nem tartom kidobott időnek, hiszen az alapkészségekbe gyakoroltatásából nemhogy baja lesz a gyereknek, hanem csak erősödik. És bízunk benne, hogy azért előbb-utóbb véget ér ez az egész időszak, és nincs az a dolog, amit ne lehessen bepótolni, ha tényleg kimarad. Mert az, hogy ez mennyire hatékony ez az egész időszak, ezt majd meglátjuk. Nem tudom. Sose csináltunk még ilyet. Tehát így néz ki egy tananyag. Az elején van egy kis instrukció, megdicsérem őket a múlt hetiért. És akkor, amit az előbb említettem, van egy tanári magyarázat. Ahogy látjátok, ez most 11 perc, 31 másodpercre sikerült a kis nappalimba. És most éppen az Európai Unióról tanulunk. Van még hozzá nekik egy-egy kis tananyag, és ezután már jön a gyakorlás, a Learning Apps-en, amit az előbb említettem, és utána egy dolgozatírás, és a végén ugye egy ilyen instrukció. És akkor ezeket feltöltjük, így néz ki a felület. Nyilván a feladatokat, ahogy látjátok, ez például a heti feladat, ide vannak szépen feltöltve,
és a gyerekekkel csetelgetünk, így dicsérem meg őket, különböző kis smiley-kat kapnak, és akkor ez motiválja őket, mindenkinek egyénileg visszajelzek, tehát ezen a felületen dolgozunk egységesen. Azért felmerül mondjuk a dolgozatírásnál, hogy ott néz utána, ahol akar? Azzal nem lesz semmi baj, hiszen tanul vele. Azt gondolom, hogy én 4 éve iratok Redmentán dolgozatot a saját osztályommal. Nálam választani lehetett eddig is, hogy papíralapon itt az iskolába ír, vagy Redmentán ír otthon. És hát nem állítom, hogy jobb jegyek születtek az otthoni írással is. Tehát nagyjából, mielőtt bárki azt hinné, hogy akkor mindenki ötös lesz, ez egyáltalán nem így van. Hiszen tudni kell, hogy hol kell keresni, és hogyha jól van összeállítva egy dolgozat, tehát megfelelő mennyiségű kérdés van egy adott időre, a gyerek rögtön rájön, hogy van 45 perc, és az, ahogy letelik, bezár a feladatlap, és van mondjuk hozzá 30 kérdés. Tehát ha megfelelő a idő és a kérdések számának az aránya, akkor lehet, hogy az első 2 kérdést kinézi, de utána már gyorsan csinálnia kell, mert ketyeg az idő lefelé. Tehát azért ezek a felnőtt oktatásban is használják ezeket a módszereket, és vizsgázni lehet oktatási hivatalba például rendszeresen, így vizsgáztattak korábban is. Na most gondolom a rendes tanítási időben is minden pedagógus felkészül az órájára. Melyik kíván több időt a felkészülésre egy-egy tananyagba? Tehát én nem tudom, hogy ki mit lát, vagy ki mit gondol arról, hogy most hogy néz ki egy tanárnapja. Az összes kollégámmal tartom a kapcsolatot, felhívom őket általában azért, amennyire tudom, csoportjaink vannak, ahol kommunikálunk. Egyöntető vélemény, hogy rengeteg időbe telik, hiszen itt a legtöbb embernek újdonság az, hogy hogy keresi, milyen feladatlapot rak össze, hogy az tényleg motiváló legyen, ahogy az előbb mondtam. Rengeteg idő. Míg mondjuk, amíg itt voltunk, azért lássuk be, aki már 10-20-30-40 éve tanít, ennyit biztos, hogy nem kell készülni egy-egy órára. Most teljesen más módszerekkel, más feladatokkal kell megkínálni a gyerekeket. És utána azt ki kell egyesével javítani, mert ha nincs visszajelzés, hanem csak küldözgetem a feladatot, akkor az egésznek nincs értelme. Olyan kollaboratív felületeket lehet létrehozni az interneten, ahol bárhányan dolgozhatnak egy adott munkán. Ugyanúgy, mint hogyha itt az iskolában 4 fős csoportokra osztanám egymást. Tehát itt most ez, azt gondolom, hogy még talán könnyebb is egy internetes felületen kollaboratív munkát, csoportmunkát szervezni. Most, hogy pontosan ez a mi iskolánkban mennyire valósul meg, és hogy jelentkezik, az új felületen most, ahol 3 hete vagyunk rajta körülbelül, az alsó tagozat még nincs rajta, de az 5. és a 11. osztályig bezárólag már ott dolgozunk. Itt még nem látok rá, remélem a héten megkapom a rálátást, és félreértés ne essék, nem ellenőrzés ez a részünkről. Egyszer látjuk, hogy dolgoznak, módszertanilag nem is szólunk bele, teljesen szabad kezet kaptak a kollégák, tehát ha így csinálják, ez is jó, ha nem így csinálják, az is jó. Hanem egyszerűen csak azt várjuk el tőlük, hogy folyjon a kommunikáció, és menjen a tanulás. Ha vége lesz ennek a járványhelyzetnek, ennek a rendkívüli állapotnak, lesz ennek valami tanulsága számotokra? Biztos. Hát ezt a Microsoft Teams alapból megtartjuk. Éppen most állítjuk át a mindenki e-mail címét. Nekem ma reggel történt meg a átállítás. Ez lesz a kommunikációnak a fő szintere. Innentől kezdve, kezdjük innen. Hát azt a tudást, amit most összeszedtünk a digitális alkalmazások kapcsán, azt már senki nem veszi el tőlünk. Biztos lesz olyan kollega, aki azt mondja, amikor ennek vége, hogy na ő soha többet. Biztos lesz. De szerintem azt gondolom, hogy a többség meríteni fog ebből a tudásból, és persze, hát egy személyes jelenléttel már, de használni fogja ezeket a lehetőségeket, akár az itteni, akár az otthoni munkában. Úgyhogy ezt mindenképpen megtartjuk. Meg hát azt gondolom, hogy azok a csoportok, amik most létrejöttek, az, hogy olyan kollégáimmal beszélek napi szinten, akivel előtte nem, de benne csoportokat hoztunk létre, és gyakorlatilag ott megbeszéljük a szakmai dolgokat napi szinten most már. Azt gondolom, hogy ez nagyon felpezsdítette és közösségé, igazi közösségé formálta a tantestületet, ami eddig sem volt rossz, de most, mintha tényleg családtagok lennénk, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat fog számítani a későbbiekben is. És hát a gyerekek szempontjából is. Úgyhogy bízom benne, hogy jól jövünk ki ebből a helyzetből, ha már ez így alakult.
A koronavírus a súlyos gazdasági hatások mellett az egyszerű hétköznapokat is újraírja. Online megy az oktatás, a szentmise, tömegek dolgoznak otthonról, és online megy az testedzés is. Hasznos, otthon végezhető edzések bemutatásával segít televíziónk is egészségünk megőrzésében. Most azokat mutatjuk be, akik ebben segítségünkre vannak. A mai edzésen egy alapos bemelegítés után páros gyakorlatokat fogunk végni, tenyérbe, testre, majd a végén egy kis erősítéssel befejezzük. Álljatok össze, kezdjük bemelegítésként, egy kis balegyenes, nagyon lazán. A karantén időszak idején különösen fontos a testmozgás. És ez egy jó lehetőség is, hogy az állóképességünket és mozgáskoordinációnkat fejlesszük. Ezért Csubák György boxedző és tanítványai átmeneti időre a stúdiumból tornáztatnak minket. Mi az egyesület neve, mikor jött létre? Remix Box Club, 3 éve üzemelünk Pomázon, jelenleg a Németes iskolába, heti 8 alkalommal. És milyen ötlet alapján jött létre ez a klub? Hobbistákkal kezdtük, azóta versenyzőink is vannak, fiúk, lányok különböző korosztályban, 12 évestől a 50 éves korig. Valamilyen sportmúlttal rendelkezik? Én ökölvültem 8 évig az óvoda TSZ-be annak idején. És abba hagyta, és akkor most újra jött egy nagy szerelem, hogy még egyszer ezt meg kellene próbálni? Igen, szó szerint így történt. Kihagytam egy 20-25 évet, és utána úgy gondoltam, hogy a két fiammal elkezdem, és így csatlakoztak a többiek. Először azzal kezdtük, hogy gyerekeknek segítettünk a mozgásba, utána csatlakoztak idősek, kardioztunk lányokkal, és utána volt egy-két tehetséges gyerek, aki versenyezni akar, és most kezdtük a versenyzést. Általában hány gyerekkel, hány felnőttel, mert gondolom a felnőttek körébe is, főleg a férfiak körébe gondolom azért népszerű. A gyerekek átlagban 10-15 fővel vagyunk naponta, felnőttek olyan 15-20 fővel. Tehát az heti 7 edzés, tehát minden nap tartunk edzést, valamikor duplán. Most azt mondják, az ökölvívást azért felnőtt korban elkezdeni, vagy azt lehet? Azt mindig lehet. Mindig lehet. Az egy folyamatos. De nem kell neki egy nagy megalapozás, tehát az izmoknak? Hát ha nem versenyző szinten űzi valaki, akkor nem. Uh-huh. Ez egy olyan összetett mozgás, hogy ez bármikor el lehet kezdeni. Ez mellett rengeteget a kondícióra, nagyon sok időt fordítunk, kardióra rengeteget, de hát az alapgyakorlatokat kell legelőször elsajátítani. Hány éves edzés után éri el az ember azt az alapszintet, azt az állóképességet, hogy kimerjen állni valaki ellen, úgy élesben? Ha időben elkezdjük, 14 éves kort javaslok mindenkinek, az egy 3-4 év alatt már egy komoly szintet el lehet érni, de folyamatosan egy év után lehet versenyeztetni a gyerekeket is, sőt kell is versenyeztetni őket. Gyerek ökölvívás van? Már teljesen úttörő kortól. Teljesen 12-13 gyerekeket lehet versenyeztetni. Kellő felszereléssel, természetesen fejvédővel, kellő felszereléssel ugyanúgy. És az ő edzésük mennyibe különbözik egy felnőtt? Hát a kicsiket még sok mindenre meg kell tanítani, az alapmozgásokra, és onnan tudunk felépülni. Tehát a karközéstől kezdve a szögdelés, lábtechnika, az még náluk nagyon sokkal nehezebben megy. Ki a legfiatalabb, és ki a legidősebb? A legfiatalabb egy 12 éves kislány, a legidősebb pedig én vagyok. Igen, a legidősebb az egy 48 éves hölgy, aki nagyon rendszeresen jár. Most eddig csak hölgyekről beszéltünk, de azt hittem, hölgyek nincsenek is. De vannak, 10 hölgyünk van, abból 5 fiatalabb és 5 idősebb, akik rendszeresen járnak. De ilyen alkalomszerűen meg még többen. Azaz, fújjam a levegőt. Aj, de szép. Azaz, Ricsi, nagyon jó. Nem az a lényeg, hogy az embert agyonverjék, minél kevesebbet ütés kapjon, meg hát ezt aki belekóstol, ezt élvezni fogja. Tehát itt nem az a cél, hogy megöljük a másikat, hanem versenyszinten legyőzzük, edzés szinten pedig párosan gyakoroljunk, tehát együtt fejlődjünk. Itt nagyon nagy közösségi értéke van ennek hozzánk is. Nagyon sokan csak azért járnak, hogy kardiót növeljenek, és hogy fejlődjenek.
meg hát a közösség. Másfél órás edzéseink vannak, bemelegítések, különböző gyakorlatok, a végén egy komolyabb erősítés, vagy, és nyújtással fejezzük be általában mindre az egyezést. Most kezdtük volna a versenyzést pont ebbe az évbe, már nevezésünk is volt, és pont akkor jött be ez a vírus, és amiatt leálltunk, de hát innen folytatjuk tovább. Fölül! Jó idő van! Kedves nézőink, Önök Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 perckor Heti Krónika. Viszontlátásra!